Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, pénteki napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici, a Cuha bölgyéből. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én még mindig itt vagyok a Cuha völgyében, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És most tulajdonképpen azt a túrámat fogom folytatni tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen, akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Tartsatok velem, jöjjön hát a folytatás, most. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat, így hát tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen, de lehajolok egy kicsit, mert ugye a szemetet nem hagyjunk az erdőben. Tehát ti is, hogyha hoztok valamit magatokkal, csomagolásban, vagy vizet, vagy élelmet, vagy bármit, a szemetet azt soha se hagyjátok az erdőben. És akkor folytatom tovább a túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már haladok is tovább. Tehát folytatom is tovább a túrámat. Hát valójában azt a túrámat folytatom tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább itt a piros sáv túra útvonalon. Tehát szépen folytatom tovább a túrámat, itt a Közép-Dunántúli piros sávon. Ha esetleg ezt rosszul tudom, nyugodtan megírhassátok a komment szekcióban. Köszönöm szépen! De a legjobb tudomásom szerint itt halad a Közép-Dunántúli piros sáv túra útvonal. Itt végig a Cuha völgyében, Zirctől egészen Vinyéig. Na, gyerekek! És akkor haladok tovább természetesen, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát szépen folytatom tovább a mai kis túrámat, ami valójából nem is lesz olyan kis túra, így jobban belegondolva, hiszen Zirc és Vinye között itt a Cuha völgyében 15 kilométer van konkrétan. Igen, azt hiszem 15 kilométer, de lehet, hogy az itt csak, lehet, hogy csak 14. Na, mindegy is. A lényeg az, hogy 15 kilométert gyalogolok le ezen a mai napon, Zirctől egészen Vinyéig. És végig itt a Cuha völgyében tulajdonképpen, mert tényleg végig itt gyalogolok, párhuzamosan a 11-es számú vasútvonallal. Hát tavaly nyáron ugye ezt egyszer már végig gyalogoltam, van is arról videó a csatornán, nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen! És itt majd nem sokára át kell majd kelni a Cuhapatakon, tehát itt lassan majd át kell menni a vizen. Még jó, hogy ebben a gumipapucsba jöttem, így nem fog nekem a víz ártani semmit se tulajdonképpen. Tudom, a gumipapucs nem alkalmas túrázásra, tisztában vagyok vele, de most itt
tök hasznos lesz tulajdonképpen, mert tényleg itt aztán több ízben is majd át kell vágtatni a patakon, át kell gázolni tulajdonképpen, és végül is annak viszont előnye van ilyen téren, hogy gumipapucs van a lábamon, mert így nem kell attól félnem, hogy júj, vizes lesz a cipőm vagy az okném, hanem egyszerűen csak így fogom, és zsúcs, átmegyek a vizen, gyerekek, úgyhogy haladunk is tovább. Na, gyerekek. Szépen folytatom tovább a túrát, itt a piros sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! Na, gyerekek. Hát igen, hát körülbelül egy évvel ezelőtt jártam itt. Hát valójából semmi se változott, ahogy így elnézem. Mert tényleg egy évvel ezelőtt jártam itt gyalogosan utoljára, és azóta se változott itt semmi. Remélem, hogy ez az elkövetkezendő évtizedekben is így marad, hogy ez itt megmarad ennek, ami, mert ez így tök szép, kár volna érte. Még jó, hogy az ember úgy Isten igazából nem tette be ide a lábát, ide a vadonba. Hát jó az, hogy most vannak itt ilyen kijelölt turistautak, meg itt halad a 11-es számú vasútvonal, tehát ezt leszámítva, ide ember tényleg nem nagyon tette be a lábát, úgyhogy tartósan, hanem tényleg csak így az ember eljön ide, kirándul egy jót, végiggyalogol itt a cuhaszurdokon, végig a cuhavölgyön, és utána ennyi. És ez jó volna, ha ez így is maradna az elkövetkezendő évtizedekben is, hiszen ugye a természet az nagy érték. Na, gyerekek, és itt valahol át kéne menni a patakon, az az igazság. Tehát itt hamarosan át kell valahol gázoljak a vizen. Előbb-utóbb nem fogom megúszni száraz lábbal. Mert előbb-utóbb át kell majd kelni a vizen valahol. Na, megyünk szépen tovább. Természetesen. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor folytatom tovább a túrát. Itt a piros sávon. Még mindig a cuha völgyében. Hát igen, itt mindjárt át kell menjek a vizen, ha tetszik, ha nem. Hát igen, itt egyre nagyobb a csalán is, hogy muszáj vagyok átmenni, ha tetszik, ha nem. Hát itt elég vékony a patak. Szerintem itt szépen át is cammogunk. Hát belépünk a vízbe. Jó hideg. Amúgy itt vagyok a cuha patakban tulajdonképpen, ugye abba az irányba halad a patak, tehát abba az irányba halad a patak a Duna irányába. Amúgy jó hideg a víz, így benne állva. Ugye abba az irányba van ugye Zirc, tehát arról jön a patak, tehát arról jön maga a cuha patak, ami egyébként itt van.
És most konkrétan benne állok magába a patakba, tehát benne állok a vízbe tulajdonképpen. Na de ki is mászunk innen, mert azért ez nem annyira meleg ez a víz, mint a Balaton. De viszont nem is annyira hideg, amire számítottam. Úgyhogy ja. Na és akkor folytatom is tovább a mai kis túrámat. Hát megint egy ilyen csalánmező van itt. Hát akkor az első átkelés az megvolt a Cuha-patakon. Amúgy jó, kellemesen hideg a víz, de nem olyan vészes. Jó, mondjuk nincs is olyan meleg, mint a Balaton. Mert tegnap ugye voltam Tihanyban, és ott belementem a Balatonba. És ugye a Balatonnak a vízhőmérséklet az tényleg már most baromi kellemes. Ezt ugye onnan tudom mondani, hogy ugye tegnap, amikor Tihanyban voltam, akkor ugye belementem a Balatonba tulajdonképpen, és tök kellemes volt a víznek a hőfoka, úgymond, hőmérséklete. Hát azért ez a Cuha-patak azért egy kicsit hidegebb, mivel hogy ugye ez mozgó víz, tehát folyóvíz tulajdonképpen, és ezáltal ugye hidegebb is konkrétan, de nem olyan vészesen hideg, úgyhogy elbírtam. Na de haladjunk is tovább itt a piros sáv túra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! Na gyerekek! És akkor megyünk tovább. És természetesen még mindig a piros sávon. És akkor folytatom tovább a túrát. És akkor megvolt az első átkelésem a Cuha-patakon, és még a mai napon jó párszor keresztül kell majd még gázoljak a vizen. Azért még jó párszor majd keresztül kell menjek a Cuha-patakon, mire végül majd megérkezek Vinyére, mert ugye a mai úti célom az Vinye tulajdonképpen. Hát utoljára, amikor itt jártam a Bakonyban, 2 hónappal ezelőtt, akkor is ugye Vinyéig gyalogoltam, ugyanígy Zircről, csak egy teljesen más útvonalon. Természetesen arról a túrámról is készültek videók, nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább Vinye irányába. Természetesen még mindig a Cuha völgyében, illetve a piros sáv túraútvonalon. Hát most egy kicsit eltávolodunk a vasúttól. A
Csodálatosan szép ez a völgy, tehát le a kalappal. Tényleg nagyon szép ez a völgy, gyerekek. Pedig már nem először járok itt, és tehát még mindig ámulatba ejt, hogy milyen szép ez a völgy. Pedig tényleg nem most járok itt először. És lassacskán majd jön a Porvacseszneki vasúti megállóhely, pár száz méter után. Hát itt már tök jó ez a ösvény, tehát itt már olyan szinten ki van taposva, hogy már tök jó nyomon követhető. Jó, mondjuk eddig is tök jó nyomon követhető volt maga az ösvény, hogy hol is haladt tulajdonképpen, de itt aztán meg már tök jó ki van taposva, és hogy közeledek ugye majd Vinye felé, egyre jobban ki lesz majd taposva ez az ösvény, sőt Porvacsesznek és Vinye között le is lesz szórva ilyen murvával maga az ösvény, sőt egy tanösvény is majd lassacskán majd becsatlakozik végig itt a Szuha völgyében, mert tényleg majd egy tanösvény is be fog csatlakozni. És akkor haladunk tovább. Hát itt majd lassan át kell kelnem a vasúton. Tehát itt hamarosan át kell mennem majd a vasútnak a másik oldalára. Mert majd a túraösvény a vasút túloldalán fog folytatódni. Hát igen, itt kell átmenni a vasúton. Majd jó meredek lesz. De itt át kell kelnem. Hát itt kanyarodik is átfelé maga az ösvény. Igen, szépen átmegyünk a vasútnak a másik oldalára. Amúgy itt a vasútvonal maga, tehát ez itt maga ugye a 11-es számú vasútvonal, ugye abba az irányba van Zirc, Veszprém, tehát Zirc, Veszprém az abba az irányba van, hát arra felé van, és a másik irányba pedig, azt is természetesen megmutatom, a másik irányba pedig arra felé van Bakony-Szent László, Pannonhalma, Győr, tehát arra felé, tehát Bakony-Szent László, Pannonhalma, Győr, az arra felé van, és akkor átkelünk itt a vasúton. Mert hamarosan majd jönni fog a vonat is. Hogy át is keltünk Septiben. És akkor folytatom tovább a túrámat itt a piros sáv túra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen!
És akkor szépen haladok is tovább itt a piros sávon. Még mindig a Cuha völgyében, természetesen. És mivel, hogy ez a videó már több mint 20 perce megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videóban. Természetesen, hogyha tetszett ez a videó, akkor azt díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen! És hamarosan fogom folytatni ezt a túrát egy következő videóban. Remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani. Addig is köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy velem tartottatok. Tartsatok velem a következő videóban is. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici, a Cuha völgyéből. Sziasztok!